Jó estét, milyen gyorsan visszatértünk. Ez 2020 első hashtag bocskora, mindenki kisimul, mindenki feltöltődött. Itt van körünkben újra a Hargitay Bea, Ábel Anita, Gianni és Bárdossy Sanyi. Remélem igaz, amit mondtam, feltöltöttetek, kisimultatok. Neked egy picit, tudom, hogy a műtéted után látom, a mankó is be van készítve, de amúgy úgy jól tudsz közlekedni, nem, Sanyi? Jó, egyébként jól. Hát figyelj, van rajta gumi, téli. Téli? Aha, jó. És közlekedés biztos a macska szemekkel, ezekkel. Igen, a visszaverőkkel? Az autópályán is fölmehetek. Egyébként ezt nem tudom, hogy miért van rajta, de viszont... Azért. Igen. Lássadom. Viszont jó, mert hogyha fölírják, akkor nem is drága. Tehát ez egy viszonylag olcsó. És ezt vissza kell adni, vagy ez... Én nem tudom, hogy működik az. Nem, ilyen. Már az előző műtétemhez is kaptam, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy menj már haza a mankóért. És mondta az orvos, hogy ne, tök fölösleges, mert hogy fölírom, és akkor 1000 forintért odaadják. Ami azért jó, mert tényleg nem éri meg hazamenni, hát az üzemanyag több. Az igaz. Szóval gyülekeznek a mankók. Neked is volt egy csomó mankód, nem? Így van, szóval nekem is megvan a kollekció. Szóval megvan színekben, típusban, de még megvan van a régi háborúsi, az a van ilyen régi, mint a Deák Billnek, ami volt? Tudod, az a hónai? Az nagyon durva volt, kaptam olyat is. De azt vissza is adtam szépen. De azért van 3-4 mankón, kellett volna, adok neked. Ilyen rokkant típusú emberek vagyok? Aki sporton rokkan. 2020 első fontos kérdése. Rokkan típusú emberek. Tehát vannak, akik öregszenek. Jó, nyilván te nem, mert téged a nálda vizsgál, mert ennyi botox emberben nincs. Nem tudok mimikázni. Nem, a lányom az előbb bogyittál vizet. Ne ábrándítsatok ki, én Beának hiszek a fiatalságában, nehogy már... Hát higgyél is! Egy kicsit meg van támogatva. De neked rendben van a mimikára, azért vannak olyan kolléganők, akik eléggé úgy... Hogy az azért, mert már megy ki, ne aggódjál, majd megyek töltésre, és akkor majd nem lesz megint. Tehát nézd meg 50, hogy milyen jól néz. De te meg semmit nem támogatsz, ugye? Semmit magadon nem támogatsz. Nem. Jó. Hazudik el, ne simán ez annyira kisimult, mint egy barack. Olyan ostobák vagytok ti férfiak, hogy az de valami fantasztikus. Én nem hiszem. Én nem hiszem, és ha támogat, akkor sem. Hazudik, te meg ostoba vagy. Nem, én inkább azt akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, Anita, hogy... Én vagy szeretlek, de nem is tudom. Tudom, de senkit nem szeret. Hogy ilyenkor te nem félsz attól, hogy egyszer hirtelen összezuhansz? Igen. Van igen? Egy ilyen félelmem, igen. Hát a egyik reggel... Csak valakik is ott ül, állj oda, és az én igen. vagyok. Hát akkor elmész a Brácska doktorához. Nem, majd én föl elviszem. Persze. Majd együtt megyünk. Na jó van, szóval. Adom majd a vesém, hogy kifizessem. De ami van, azt vissza lehet csinálni? Tehát, hogy az alap, hogyha megöregszel, akkor visszafiatalodsz? Olyan nincs. Nem tudom, én senkit nem ítélek el ezért, tehát ha valaki így érzi jól magát, én nem érzem még szükséget, aztán lehet, hogy egyszer csak, ahogy ugye Gábor is mondta, hogy így összeesem. Majd kicsit többet beszélgetünk, és akkor jó, majd rendben. Szükségét és akkor kell, de nem tudom. De hát ő gyönyörű volt mindig, most igen, is, de ez hát egy ilyen fertőzés, hogy látom, tehát hogy... Nekem mi van? Nem, ez a beavatkozás, nem? Ostoba! Itt áll a Bea mellett, megfertőzött! De hogy érezted? Az a baj, hogyha valaki elkezdi, akkor így megint, és akkor egy véget nem érő történet. Nem, megfertőzni, igen. Majd kipróbálod. Soha az életedben. Jaj, nem mondd azt, hogy soha. De neked nem kell, mert te duci vagy, és kifeszül. Igen, húzok egy picit. Jó, azt gondolom, hogy a sértegetéseket folytassuk egy picit később. Ma beszélni fogunk Radics Gigiről és a himnusz előadásáról, beszélgetni fogunk arról, hogy hogyan próbál boldogulni Damu Roland, illetve hogy miért keresik fel legtöbben január első hetében a vállóperes ügyvédeket.
Ez egy érdekes kérdés, de mindenek előtt ejtsünk szót egy szomorú aktualitásról. Gesztesi Karcsi barátunk váratlanul elhunyt, és erről nagyon nehéz beszélni, gondolom, hogy nagyon sokunknak volt hozzá köze, akár baráti, akár szakmai köze, és valahogy az egész országot egyébként tényleg lesújtotta. Amit ezzel kapcsolatban szeretnék veletek megbeszélni, az megint csak ennek a tragédiának a híradásairól szól. Ugye az első tényközlő hírek, azok nyilvánvalóak és elkerülhetetlenek, de innentől megint elindult egy bulvárdömping, ami arról szólt, hogy minden nap, ha lehet többször is, megjelenjen valami hír, helyszíni képek, szomszédok megkérdezése, stb. Mi utána néztünk a Google-ban, hogy az elmúlt pár napban 81 cikk jelent meg, és ez a szám, ez nyilván még növekedni fog, és ezekbe most nem akarok annyira belemenni, egy hírt kiemelnék. A Blik írta meg, hogy két nappal Karcsi halála után az RTL2-n Gesztesin élcelődik Dombi. A botrány kirobbanása után aztán persze kiderült, hogy ez egy 2016-os felvétel volt, egy műsor ismétlés volt igazából, és az RTL minden esetre azért elnézést kért, idéznék belőle, fatális véletlen, hogy az egyik stand-upos előadó évekkel ezelőtt ebben az epizódban az időközben elhunyt Gesztesi Károly kapcsán élcelődött, a történetekért elnézést kérünk. Aztán megkeresték Dombit, aki 2016-ban viccelődött, aki szintén azt mondta, hogy sokszor ismétlik az adásokat, de nem az én felelősségem, hogy éppen melyik részt teszik be az adott napon. Nagyon sajnálom, ami történt, és részvétemet kívánom kifejezni a családnak. Szóval szerintetek jogos-e az, hogy egy lap, én állítom, hogy szenzációhajhászásból egy lap számon kér egy ismétlést egy tévécsatornán, vagy adott esetben a stand-uposon. Szerintetek ezt joggal teszi-e? Valóban kiválthat-e komoly ellenérzést a közönségben, hogy egy ismétlést raktak be, és akkor itt a tragédia után most eleve, amikor egy bulvárlap elkölcsi kérdéseket feszeget, az már magába véve vicces és érdekes. Tehát úgy gondolom, hogy amikor helyszíni fotókat közölnek, tényleg mindenkit megkérdeznek, és nincsenek tekintettel arra, hogy itt azért van 4 gyerek, akik már olvasnak, nézik a csatornákat, a YouTube-ot, bármit, és tulajdonképpen kivesézik az édesapjuk halálát, akkor szerintem itt... Ez nem kérdés. Itt nincs kérdés. Mert hogyha az ember most ártatlanul közeledik ehhez a cikkhez, akkor felmerül az a kérdés is, hogy elvárható-e egy tévécsatornától, hogy úgy archiválja, úgy szkripteljen, minden adás legyen, a sorozat legyen, az nem tudom, talk show, bármi, hogy adott esetben majd ki tudják szűrni ezt a hiba lehetőséget. Szerintem ez nem várható hát el. Ez amúgy tök véletlen, egy fatális véletlen. Ez véletlen volt, tehát ez meg volt, hogy ezt le fogják adni. Nyilván egy ismétlés, persze. Egy 3 évvel ezelőtti műsor ismétlése volt, nyilván nem néztek bele, hogy azon a kazettán, vagy nem tudom mi, Winchesteren éppen milyen tartalmú, szövegileg milyen tartalmú előadás zajlik, és véletlenül igen, ez így. Nem az a közönség ezen megbotránkozott, szerintem mindenki tisztában volt az, hogy ez egy ismétlés, ez van, egy véletlenül két, én szerintem mindig itt a bulvárlapok azok, akik ebből ilyen szenzációt csinálnak. Teljesen. Tehát gyakorlatilag inkább a Blik volt az, amely erre ráirányította a fókusz sem, mint hogy az RTL-t kéne hibáztatni. Akarnak minél több lapot eladni, és akkor, mert hogy ez nekik érdekük. Igen, és gondoljatok bele, hogy ilyen szerkesztőségekben valószínűleg a főszerkesztő minden reggel veri az asztalt, hogy még egy sztorit, ma legalább még két sztorit kérek. És hogy örülhetett, amikor rájöttek, hogy ez az ismétlés ilyen? Így van, elképesztő. Igen, az, hogy kérdőjelezni az, hogy egy tévécsatorna rossz indulatból, vagy valami ilyesmiért teszi meg, ez abszolút már egy nagyon rossz ítélés, már nagyon rosszul áll föl és lép föl a bulvárlap az ilyenfajta véletlenekre. Szóval ezeket, pláne az, hogy én úgy tudom, hogy amikor egy ilyen nagy ember elmegy, általában egy csatorna rááll filmekkel, emlékekkel, még minden mással, arra, hogy ne felejtsük el, hogy ki volt. Most lehet, hogy éppen belecsúszott egy ilyenfajta... hakni, igen. De ezzel nem szabad rögtön rámutatni, mintha rögtön valaki hírt szeretne belőle. Abszolút egyetértek, és egyébként úgy tűnik, hogy a kommentelők is
nagyjából ugyanúgy gondolkoznak, mint mi. Egy-két idézet innen, még nyilván ezernyi történet van, ami hozzá kapcsolódik, meg annyi barát van, aki emlékezik valamire, de minden reggelt valami ilyesmivel kezdeni, az már túlzás, amivel teljesen egyetértek. Gusztustalan, amit a firkászok csinálnak, egy halálesetből jó lenne kegyeleti okokból a kattintásvadászatot abbahagyni, vagy nagyon sajnálom a színészt, részvétem a családjának, ez már kb. Az 50. hír, ami megjelent Gesztesiről. Meddig fognak még az újságíró erről a szomorú eseményről tudósítani? Szóval én azt gondolom, hogy azért jó, hogy erről beszélgettünk, mert hátha egyszer, talán véletlenül egy főszerkesztő figyelmét fel tudjuk hívni arra, hogy a kegyelet legyen valóban kegyelet. De valóban igazad van. Legyen így. Legyen én így, ez egy, szkeptikus vagyok, ez egy nagyon naív kívánság, de szerintem legyen így. Jó, na, a nemzeti himnuszok előadásmódja, az mindig kavar egy kis vihart, főleg, ugye miután kórusművekről van többnyire szó, amikor egy szólista adja ezt elő. Az USA-ban például Christina Aguilera vagy Fergie került keresztűzbe, mert hogy túlszerepelte, szöveget tévesztett, aztán nálunk is voltak, emlékeztek, Király Linda produkciója, vagy Vicky Dál Gyula. Szóval mindig, amikor ilyen szólista előadások vannak, és most itt nem marad kritika nélkül, a Radics Gigi féle himnusz sem, ezt a Live TV-n adták elő éjfélkor, de mielőtt ebbe belemennénk, úgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan hallgatjátok a himnuszt. Tehát nektek a himnusz, nyilván nehéz megfogalmazni, mit jelent, de amikor felcsendül, akkor ki hogy hallgatja? Feláltok? Vagy... Persze, szerintem mindenkinek fel kell. Mi is tiszteljük. Ez egy tisztelet, persze, mindenféleképpen föl kell állni. Pont egy nagy vita volt különben, elmondom nektek, kulisszák. Nem, mondjuk, te ordibáltál, nem volt vita. Még nem tanultam meg, hogy beszél egy olasz. Ne felejtsd el, hogy mutogatunk, hangosabban csak vagyunk. Tudod, van déli és van északi. És hát te déli vagy. Az a baj, hogy nem így van. Még te déli vagy. Hát miért nevetséges? Mondd el, úgy nézek ki, mint egy dél-olasz, na? Mi a baj? Jártam arra, és én ezt megtapasztaltam. Na, mindegy. Na igen, tehát ti? Lényegében azt gondolom, hogy ha megkérnénk azt, hogy egy nápolyi énekeljen egy olasz himnuszt, az olasz himnuszt, alapjáraton, akaratlanul is benne van az a tájszólása, az egyénisége. Lehet az olasz himnusz tájszólással énekelni? Hát nem úgy, de benne van, abszolút vannak az olaszban benne van. A magyar himnusz tájszólással énekelni? Nem úgy tájszólás. Olaszország, tehát hogy azért te is tudod, hogy a dialektusban beszélsz. Tehát egy nápolyi olasz, tehát nem mindenki érti, hát már az olasz sem érti, igen, a nápolyi olasz. Máshogy mondja, Szegeden is másképp énekelik a himnusz. Hé, hagyd mondjam el, én vagyok itt az, akik... Én Szeged vagyok, és most kérdezzenek, miért a Gianni beszél a magyar himnuszt? A magyar himnuszt is, a szegediek az máshogy éneklik. Máshogy éneklik a magyar himnuszt? Az olyan ízesen. De Isten áld mög a magyart? Mög a magyar, igen. Amúgy van, hogy úgy, de... Nem igaz, de ez nem, most kamuzol. Nem, esküszöm, hát az egész család, én szegedi vagyok. Hát. És ott mindenki Isten áld mög a magyart? Kórusban? Ha énekled, akkor nem, de ha mondjuk szavalod, akkor van, hogy úgy mondják. Aha. De az, akkor is van egy mimikája a dolog. Szóval egy nápolyi sokkal erősebb ad elő, mint dél-olasz és mint karakter, mint egy északi. Akarjuk, nem akarjuk, olyan apró különbségek vannak, hogy észreveszed az, hogy az úriember igenis onnét jön. Le tudod nekem tátogni egy nápolyi, ahogy az olasz himnuszt ének? Nem kell énekelned, csak letátogni gesztikuláció, ahogy egy nápolyi adná elő. Azért ne felejtsd. Tudom, van egy ilyen fajta... Ez egy Nem menjünk bele valami, ami metakommunikációs, minden más, ami... De ez éjszakor az milyen? Fegyelmezettebb? Az egy kicsit igen, tisztábban is beszél. Szóval aha, jobban értető. De ez nem baj, ez egy ilyen, olaszok ilyenek, mások mindenhol, te most már tapasztalattal az, hogy mennyire más és mennyire mi? Hát most megtanultam, a te olaszod az Roberto, tudom már. Padovano. Közép-olasz, észak-olasz, dél-olasz, olasz? Észak-olasz? Padovano, de nagyon-nagyon az akcentus ott például, hogyha figyeled az olaszokat beszélni, ahogy bejössz kocsival vagy repülővel, ha Milánóval érkezel, teljesen más, hogy beszélünk, gesztikulálunk, mutatunk és minden mást. De himnusz éneklés, szerintem akkor is, ha szépen olaszul énekeled el, akkor is kijön. Uh-huh. Hogy mondjam, egyfajta
igenis identitás, amit nem szabad elfelejteni, ez nem probléma. Nem, mert egyáltalán. Mert egy szicíliai olasz, mint egy nápolyi, mint egy tehát milánoi. Ti felálltok, Szicíliától Padováig felálltok. És a végén azt mondja, ez az olasz himnusz a vége. Van még egy ilyen bám, egy ilyen. Nem emlékszel, az olasz himnuszra így van a vége, hogy mindenki kiabál, hogy szí. De szerintem a himnuszt a világ minden részén fölállva éneklik. Persze, mindenki. Oké. Szívetekre teszitek a kezeteket, hogy az amcsiktól jött, de egyre több, főleg a sportolóknál látni ez a... De így. Szerintem az más azért, amikor egy sportesem, vagy bármi, és ott meghallja a mondjuk egy válogatott a magyar himnuszt, azért az egy az ott végig fut, hogy a hazádért csinálod. Tehát a rokkant sportolókat kérdezel. Te mit éreztél, mikor meghallottad a magyar himnuszt? Szabad szájuk, teljesen szabad. Baromi diadal, igen, én is imádom őt. Baromi diadal, és én azért, én a tradicionálisan szeretem hallgatni mindig. Az mit jelent? Hát, amikor Tokás férfi kórus énekli, ezt szereted? Tehát, úgy, hogy szállt, hogy az abban az előadásban. Az a legjobb. Aha. Nekünk az. Milyen neked a török himnusz? Az összes himnusz egyébként olyan, mint egy induló. De én most csak a... Mindegyik ilyen. Nem csak ugye azt mondják, hogy a sportolóknak az a legnagyobb, amikor a dobogón állat és a saját himnuszát meghallgathatja. Csak emlékszem Sydneyben, amikor találkoztunk, hogy akkor te ezüstérmesként kénytelen voltál a török himnusz. El is felejtettem a rohadt életet. Köszönj, emlékeztetek. Élete legnagyobb akja. Hamza Yerlikaya. Igen. De nem tanultam meg a török himnuszt azóta se. Mondjuk barátok lehetnénk, mert magárepülője van, meg ilyenek, tehát hogy ne becsülves. Tehát neki nem bejött az élet. Tehát ugyanebből a munkából, amit te itt folytattál, ő neki magárepülőgépe lett Törökországban? Hát a török sport államtitkár ő. Wow. Uh-huh. Tehát, és azért Törökország nem kicsi. Ha látod, jobban kellett, többet kellett volna edzésekre járni. Nem akarom mondani, hogy ezt most mit mondanék szívesebben. Én pontosan tudom. Nem, az a baj, hogy vannak országok, én ebből a szempontból nem születtem már olyan nagyon túl jó helyre, mert a nyugatabbra születek, akkor is jaj, jobb nekem. Jaj, vagyunk így egy pár. Jó, de jó, igen, csak ha én keletebbre születek, akkor is sokkal jobb nekem. Szerintem akkor tehát van a probléma, amikor ilyen... például egy sportoló nem tudja himnuszt. És nem látod a száján, és nem látod azt, hogy énekel, nem látod azt, hogy vagy nem úgy énekel, legalább elhit legyen. Jaj, szóval én azt mondom, hogy nagyon sok... Hogy mondjam el, ne legyen... Nem mondd el, mert fölösleges. Az ember egyébként, na, hogyha meghallod a magyar himnuszt a dobogón, elérzékenyülsz, véget ér egy óriási feladat, és diadallal zárult számodra, és látod, túl a dopingvizsgán. Azon is, igen. Az egyébként az mindegy, tehát hogy mert az nyilvánvalóan sikerült. Egyébként himnusz után pisilnek, vagy előtte? Nem, már rögtön ahogy véget ért, rögtön követ egy fickó, vagy kettő. Igen. És már nézik, hogy mit eszel, mit iszol, mi van a kezedben, nem tudom én. Tehát, hogy minden nyilván tartanak, és utána kísérgetnek, és na figyelj, itt van, akkor ebbe kéne. És utána van csak eredményhirdetés. Igen, és ha nem tudsz, akkor bevisznek egy szobába, és akkor ott addig vársz, amíg nem sikerül. Mondjuk a birkozás azért jó, mert például az alkohol, az nálunk nem számít doppingnak. Ha sportlövő lennék, akkor az is annak számítanak. Tehát ez sportágoként is változik, és ezért nálunk az, ha bemész a dopping irodába, akkor ott mondják, hogy figyelj, ott a hűtő, söröcske, lehet tolni. És akkor általában ott már mindig jó buli kerekedik. De miért is az úgy jó? Aki nem bulizik, az valószínűleg meg is bukik. Be vagyod bombázva, úgy mész ki. Ez a vége. Már mindennek nem. Mi értelme van? Hát ez előtte. Csak Gianni az előbb mondta, hogy a sportolóknál én azért emlékszem arra, hogy amikor az Európa-bajnokság volt, akkor Király Gábort kritizálták azért, mert ugye ott végigment a kamera, énekeltek a himnuszt, és ő nem. És ő erre egyébként azt mondta, hogy az igazán fontos dolgokat belül élem meg, belül is énekelek, nem szeretem, ha érzelmi hullámok látszanak rajtam, azokat sosem teszem a kirakatba. Nem mindenkinek a saját dolga, hogy a himnusz hogy él meg? Az elhittség legyen az arcán. Szóval nem azt mondom, de ha valaki néz jobbra-balra, mert most már az hajlamos, hogy jobbra-balra nézek egy himnuszot, azt ne. Szóval az elhittség legyen meg. Az, hogy utána tátó is nem is tudja a szöveget, mert nagyon sok... és nem is tudja, hogy mit mondanak, az egy picit szégyen. Volt egy ilyen az olasz válogatott, hogy megkérdezték mindenkit, hogy tudja-e az olasz himnuszt. És kiderült az, hogy x%-a nem tudta. Vagyis csak a dallamát. A szöveget nem nagyon. És innétől kezdve ez egy kicsit, bocsánat, azt mondja, egy kicsit szégyen. Szóval egyébként egy előadó művésznek szerintem a legnagyobb para
énekelni. A himnusz? De miért? Mert egy olyan nyomás van rajta. De úgyis mindenki ismeri, hát ez a legkönnyebb, nem? Nem. Hát valamilyen dalt ismersz az enyémről. Vagy elszavarni, vagy énekelni, ez egy olyan nyomás, egy S betűté, bármi, tehát történt bármi, mert tudod, az egy olyan fajta súly, és nagyon kevesen is vállalkoznak erre. Hogy himnuszt énekelnek? Persze, hát azért ez nagyon-nagyon nehéz. Erről fogunk beszélni, nehéz. Mert Amerikában ugye ez is hagyomány, főleg a Super Bowl-on, és rögtön jövünk vissza egy pár perc múlva, és akkor megmutatjuk Radics Gigi produkcióját. Őt azért kritizálták, mert hogy túl sokat hajlítgatott benne, meg hogy gesztikulált. Én szerintem fantasztikus a produkció, de majd megláthatjátok, megnézhetitek ti is a reklámot. Már itt is vagyunk, rögtön mutatjuk a himnuszt, itt van velünk Hargitai Bea, Ábel Anita, Gianni és Bárdosi Sanyi. Sokat beszéltünk már erről. Gianni ott a szünetben elmondta, hogy nektek ilyen indulós a himnuszotok. Igen, Fratelli d'Italia, az Fratelli d'Italia, se destra, l'armeri ci piace cinta la testa. Ez a kezdő mondat, az olasz testvérek, végül is összegyűltünk, fölálltunk, összeálltunk. Igen. Abszolút optimista. De a másik oldal, ami szerintem fontos, az, hogy nem szabad például, hogyha azt mondod valakinek, aki nem érti a magyar nyelvet, hogy szép a magyar himnusz, azt mondja, hogy gyönyörű. Bár ne felejtsétek el, hogy mi minden ilyen örültem pozitív, meg katonasság, meg összeállt Olaszország, meg mindeközben nektek egy imátok van, amit alapjáraton semmilyen himnuszban nincsen. Szóval az igazság, hogy egy picit negatív utat figyelitek erre a himnuszra, mindenki máshogy látja, de szerintem egy picit azon kéne gondolni, hogy nem a múltra, de a jövőre nézem. Mert ha múltra néztek, akkor bajba vagyunk, mindig múltra néz, nem? Az előre kell nézni arra, hogy mit jelent. Hát az amerikai himnuszban van bomba, meg rakéta is a szövegben. Tehát ők azért korszerűsítettek. Nem tudom, hogy az évesek. Hogy el lehet-e helyezni valami verszakaimba egy bombát, meg egy rakétát, csak hogy mi? De én is ezt akartam. Melyik sorba illesztenék? Rögtön megnézzük. Mert nézzük meg Gigi előadását, amiről ugye az előbb beszéltünk. Nézzük meg, hogy ő hogy adta elő, aztán majd utána azt is megbeszéltjük, hogy el lehet-e rejteni bármit is. Na, nézzük meg, és aztán beszéljük meg. Na, mit szóltok? Nekem nem tetszik, de azért... De neked azért, nem tetszett? Nekem azért nem tetszik, de ez a személyes vélemény. Szerintem nem gyalázta meg a himnusz, gyönyörű hangja van, nekem szerintem szép volt, de nekem, ha egy kicsi ilyen erősebb zenét aláraksz, akkor nekem ilyen lagzi hangulata lett. Tehát ez a... Nekem ez egy kicsit vibrátók. Hajlítások, vibrátók, igen. Na, szóval, mert én nem értek a zenéhez, és én nekem nem ez a zenei ízlésem. Furcsa volt nekem ezt hallani, de én nem gondolom, hogy meggyalázta, gyönyörűen elénekelte, azért kérték meg őt, mert ő a Radics Gigi, nem engem kértek meg, hogy énekeljem el. Jövőre! Így van, de, szóval szerintem ez meg lesz jövőre. Szóval szerintem ezzel semmi baj nem volt, nekem csak személy szerint ez nem értem. Nincs benne ő. Nincs benne ő, nem értem. Ti hogy vagytok vele? Nekem is tetszett, mert szerintem visszafogta magát, tehát, hogy azt hát jó, végig akkor énekelte volna, azt akkor éreztem, hogy nem, kifolyt volna a tévéből. Nekem a körítése volt bajom, hogy ez a ruha, meg ez, nem tudom, hogy... Ja, te a ruhát nézted? Hát én szerintem a képvilága is gyönyörű volt.
Nekem a templom csodálatos, és sokkal szebben el tudtam volna képzelni, hogy egy teljesen egyszerű fehér ruha van rajta, vagy szóval, hogy egy ilyen nagyon letisztult, wow. Egy ilyen a nagyon... A Mátyás templom az gyönyörű. Nagyon, hát be, tehát, hogy... Szerintem is hibátlan. De hogy ebben nincs baj. Mi ebben is ilyen nagyon ilyenek vagyunk, hogy mert megszoktuk, ez is egy ilyen generációs neveltetés, hogy mi hogyan hallgattuk ezt általános iskolás korunkba. Férfi kórus, katonai férfi kórus, keményen odaálltak és énekeltek. Így jön ki a sajátossága. Ez Radics Gigi. Szóval benne van az, hogy ő egy roma lány, aki gyönyörűen tud énekelni. Az, hogy igaza van, hogy vissza is fogta magát, de azért azt gondolom, hogy egy fiatalos volt, egy picit ilyen másmilyen. Na de gyerekek! Az, hogy rögtön rámutatni, hogy valami rossz emiatt, az alapjáratom szerintem egy kicsit így szűk gondolkozás. Én azt gondolom, mert ugye egy kórusműről beszélünk. De azt mondták, hogy rossz. De akarjátok, elére kell jönni. Igen, tehát ezek a hajlítások, amit mondtál nek, hogy gesztikulál, tehát hogy nem vigyázban áll. Egyébként Báj Alex nagyon megvéte, hogy nagyon nehéz a himnuszt énekelni. Én nem egy feladat teljesítését, hanem valódi alázatot, szeretetet éreztem Gigi hangjában. Ti is szeresétek, becsüljétek őt. Gigi is megszólalt. Azt mondta, a himnuszt a szívemből a legnagyobb alázattal énekeltem. Ez így van. Az igaz, hogy a dallamban hagytam néhány apró, kicsit népiesnek is érezhető díszítést, ettől énekli Radics Gigi, és nem valaki más. És itt ez egy fontos gondolat, mert azért amióta egyre többször kérnek fel szólistákat himnusz éneklésre, hát azért kérünk fel szólistákat, mert annak van egy stílusa, és ezt a stílust akarom kihallani belőle, nem? Ez így van. Nem? Tehát, a válasz, abszolút erről szól. Tehát nem csak hangról hangra. És nézzétek meg, most mutatunk két példát, hogy Amerikában, és hát ők is nagyon, hát iszonyatosan komolyan patrióta nép, ott ugye a Super Bowl-on a legnagyobb esemény, nagyobb, mint Szilveszter az Egyesült Államokban, több milliárd ember nézi élő tévéközvetítésben, és azt, hogy százezrek a stadionban, amikor egy művészt, minden évben mást felkérnek arra, hogy énekelje el az amerikai himnuszt. És most mutatunk egy ilyen kvázi egyveleget Lady Gaga-ból és Whitney Houston-ból. Gyerekek! Whitney Houston az... Hát az van, hogy igen. Hogy amikor egy... És ezért jó lett volna egyébként, és nyilván nem tudták megcsinálni, amikor a Gigi ezt élőbe énekelje, mert akkor az a fajta áhítat, meg az a fajta erő, az nyilván átjön, mint inkább egy tévéfelvétel. Tehát azért itt élőbe énekeltek, és azért nyilván nem lehet összehasonlítani, amikor ott van egy több ezres stadion, amikor egy ilyen sportesemény, tehát hogy olyan energia van, hát és mi az is a nyomás, amiről beszéltél. És az a nyomás, tehát az jó, de szörnyű. Az amerikai himnuszban nem is arról énekelnek, hogy a bal sors, aki megtépte az ember. De nem. De a rakéta, amit elküldtek a... Menjél akkor Prágába, azt ott legyél te valaki. Itt a díszlet a Mátyás templom volt ott, meg az F-16-os vadászgépen. Igen, de hogy nyilván, hogy annak is meg lehet a varázsa, amikor valaki ezt élőben énekel. Igen, nekem nagyon tetszett a Whitney Houston annyira... Nézd meg az öltözését, a másik, itt van az, hogy... Ja, ezt mondom, hogy a Gigit kritizáljuk, és akkor nézzük meg az amcsik mit csinálnak, igen, és lenyűgöző a produkció is, és valószínűleg tényleg egy emberként álltak vigyázba az amerikaiak ennél az előadásnál. Mind a kettőn, a Lady Gagánál is. Tehát a Lady Gaga egy pici show volt a vége, a Whitney Houston pedig a hangját adta. Jó, de azért azt ne felejtsük el, ugye, amikor az én kislányom versenyszerűen karatézott, akkor mi volt nemzetközi verseny, és hallgattuk. Tehát teljesen más, amikor egy versenyen, ahol tényleg ott van több ezer ember, megszorol a himnusz, mint az, amikor éjfélkor a háztartásokba átkapcsolnak a telefon. Tényleg, már mindenki ott áll, legyen már éjfél. Nem jött ki a dugó a pezsgőből. Na, de ennyi? Tehát azért ez nem ugyanaz. Na, gyerünk! Énekelj rám! Teljesen más, mint amikor úgy halljuk a magyar himnuszt, hogy ott van egy esemény, vagy tényleg nézzük a tévét, és mondjuk, ha lesz ilyen csoda valaha, hogy a magyar futballban is, és sokszor fogjuk hallani, hogy akkor az ember így igen, és igen. Akkor ott vagyok, mint az, hogy szilveszterkor, szóval az, ja. Az kemény. De rád a pezsgőbé, még nem fejezte be! Még húzza, hogy várjál! Bead, drága, te egy magyar arab vagy, és amerikai a férjed, Prágában laktok, ti a csehszlovák himnuszt hallgattátok? Tudom, hogy cseh. Nem, mert én már alig vártam, hogy nálunk volt, mert gyerekprogram volt, ugye 4,5 éves gyerekem van, úgyhogy én már azt vártam, hogy jó, akkor oké, most akkor tűzijáték van, pezsgő van, nagyon jó, most akkor már mehet aludni. Én nekem nem volt időm himnuszokat hallgatni.
Na még egyet mutatok csak azért, mert a himnusz előadást mindig kritizálják. Azt hiszem, hogy tavaly a Super Bowl-on Pink énekeltem. És őt azért kezdték el csesztetni, mert a himnusz eléneklése előtt, szintén Super Bowl, kivett valamit a szájából. Ezt nézzétek meg. Please welcome three-time Grammy winner Pink. Imádom. Hát a dolog cukorka, hogy én. És neki ment az ország. Neki ment az ország, hogy mit köpködik ki a rágóját, meg a himnusz, meg... egyébként ez hát ez nem elegáns. Na de Pink azt mondta, hogy ez egy torokcukorka volt. De nincs olyan. És? Tehát ha tudom, ott állok a mikrofon előtt, és tudom, hogy bekonfálkozom, csak egy ilyet, hogy... De torok! Nem, ezt csinálta! Ezt csinálta! Csak egy ilyet. Ez... Na jó, de oké, bent felek. Torokgyíkja volt, meg volt fázva. Mit? Hát kiköpöm az öltözőbe! Na de hát hadhasson még az eukaliptusz! De hát nincs! Eukaliptusz! Jó, akkor tegyük fel, Ben felejtette. És basszus, Ben felejtette, és konferálj fel, hogy itt van Pink! És basszus, akkor csinálok egy ilyet. Azon. És lenyelem. De nem veszem ki! Akkor meg azt mondják, hogy náthás és felszívta izét. Nem. Nyert egyet! Az osztrikát! Nem, ez nem. Mit csinálsz benne? Oké, tegyük fel, te vagy kinn a téren. De van idegességedben, nyomás van rajtad. 100 000 ember áll és várja Ábel Anitát. De, nyomás van rajtad. És benned van az a**bit, ott az a**bit. Ábel Anita! Tessék, most! Ennyi? Nem. Ez egy diszkrét nyelés volt? Hát nem, nem csinálok ilyet. És akkor, ha megakad a torkodon, akkor mit csinál? Pontosan ez veszélyes, mert tudsz úgy nyelni, hogy... Az etiket ezt mutatja. A zenekar már játssza az intrót. Hát vagy köhög, igen. És úgy közben mondom. Hát, hogy köhög egyet, és beleköpi. És akkor... Nehogy utána így csinálom. Nem, és a kezébe marad. De jó van. Nem, azt mondjuk ki, ez para minden előadó művész életében. Elszavalni a himnuszt, elénekelni, az egy iszony. Te nem vállalnád? Ha Spertum Téri azt mondaná, hogy megszakítják a fugázást, és... és te bevonulhatsz. Igen, vagy nemet mondanál, csak ennyit mondjál. Igen, vagy nemet mondanál. És amennyiben igen, rágóznál előtte. Köszönülnél a torkod, kérnél egy eukaliptus cukorkát 10 perccel előtte. Jaj, hogy az ember mindig reménykedik, hogy egy ilyen vérkiből ember lesz. Kérdésedre válaszolva nem. Játsszák le azt a fugásriportot! Na, egy másik érdekes téma, egy... Igen, érdekes... Jó, megvárom a hatást, jó. Nem tudom, idén lesz-e még ilyen poénod, január 9-től. Most már előtt a puska portán az év elején. Jó. Kezdhetem a... Szóval egy nagyon érdekes ötlettel rukkolt elő Damu Roland. Önálló esteket szervezett, aztán összeveszett az estjeinek a rendezőjével, Tóth Ádámmal is összeveszett, igen, mert a Roland nem szeretett volna belépőjegy árat bevételezni, hanem ő adományokra bízta volna azt, hogy ki mennyit gondol. De ez egy mellékes dolog, azt találta ki, ugye, hogy van egy 65 perces előadása, ebben énekel is, meg szaval, meg mindent csinál, hogy ő most megrendelhető bárki által 150 000 forint plusz áfáért. Nincs más módja. Nem. Nincs más módja pénzt keresni, és egy 65 perces előadást tart, legyen az iskola, esküvő, házi buli, teljesen mindegy. De mesztelen? Nem mesztelen. 2 kilóért mesztelen? Szerintem igen. Elképzelhető, de jó, de itt azért ennek mélyebb története van, mert
effektíve semmilyen munkát nem kap. Idézném őt, azt mondja, az elmúlt 4 évben készült 20 magyar film. Indítottak 5 sorozatot, engem egyikbe se hívtak. Nincsen szponzorom, menedzserem, senki nem segít. Ha nem teszek érte, akkor nincs pénzem. Szóval, mindannyian tudjuk, hogy ő miért ült, és ugyanakkor meg leszolgálta az idejét, tehát a méltó büntetését letöltötte. Miért van ő szerintetek mellékvágányon? Én úgy tudom, hogy ő, tehát oké, leülte az, amit szerintem azzal is foglalkozom, mert tök mindegy, leülte, de hogy neki van egy olyan, én nem ismerem személyesen, de én láttam tőle meg szerintem mindannyian, hogy neki van egy olyan stílusa és személyisége, hogy ilyen dükkitörései vannak, és jeleneteket rendez, asztalokat tör, székeket vágod az operatőröknek, meg ilyeneket, tehát nem ezért nem hívják. Nem, szerintem nem azért nem hívják, mert börtönben volt, hanem azért nem, mert elviselhetetlen mert a stílusa. Mert vélhetően kezelhetetlen ember? Én nem tudom, ezt én kérdezem. Ezért mondom, hogy vélhetően. Ezt valaki tudja? Hát lejárottam magát. Hát az az igazság, hogy én nem, tehát hogy azért kollégáról, mert most bárhogy nézzük, azért ő egy kollega mondani véleményt, azért az mindig nehéz. Az tény, hogy van egy nagyon nehéz természete. Mi szinkronban dolgoztunk egyszer-kétszer együtt, és még ezelőtt, az egész előtt, hogy ő bement volna börtönbe, azért már volt egy híre. Tehát, hogy azért mindenki tudta, hogy ő nem egy könnyű eset. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ő egy tehetséges ember, és most ezt tényleg komolyan mondom, ő nem egy rossz színész. Nyilván kellene neki, vagy mellé egy olyan ember, aki egy kicsit rendbe szedi az ő gondolkodásmódját. Tehát ezzel a fajta mentalitással, ahogy ő most is gondolkozik, meg ahogy ő most is próbálja az életét irányítani, nem biztos, hogy ez oda vezet, hogy őt majd hívni fogják. Tehát te azt gondolod, hogy az alaptermészete miatt nem hívják inkább, nem azért, mert amiért őt jogerősen elítélték? Szerintem én is ezt, tehát hogy nem gondolnám, hogy tehát azért van olyan színészünk, aki szintén börtönben ült, és igen, igen, csak nem mindegy, hogy mi volt a bűncselekmény. Én úgy gondolom, hogy ezt mi nem tudjuk megítélni, nem vagyunk, most oké, hogy olvastunk újságba dolgokat erről az esetről, mi nem vagyunk jogalkotók, mi nem vagyunk jártasak ebben, nem tudjuk, tehát ne is mondjunk véleményt. Nem is akarok. Most, igen. De hogy lehet-e ez akadály? Tehát az, hogy mit tudom én, egy tévécsatorna vezetője, egy producere, színházigazgató azért nem alkalmazza őt, nyilván ő egy közszereplő, tehát az arca ismert, mert nem akarja felvállalni azt, hogy valaki, aki egy ilyen jellegű bűncselekményt követett el a bírósági ítélet szerint, az ne szerepeljen. Én csak itt azt kérdezem, és nyilván nem tudjuk azt, hogy ez miért történt, hogy ő megcsinálta ezt az önálló estet, uh-huh. amiről egyébként nagyon jó kritikák voltak. Tehát olvastam 1-2 kritikát így a neten, nem, tehát jó kritikákat írtak, akik látták. Volt egy ember, aki benne bízott, volt egy hely, ami ennek otthont adott. Most velük is összeveszett. Akkor kérdezem én, hogy ez, tehát hogyha nekem ez az utolsó esélyem, vagy én azt gondolom, hogy ez, és én megmutatom magamból, és csinálok egy önálló estet, amiben az én életemet dolgozom fel, a fájdalmaimat, a kedvenc verseimet, énekelek, tehát mindent, és találok egy embert, akik engem ebbe támogatnak, akkor mi az oka annak, hogy össze? Tehát, ez jogos, érted? Ez a kérdés, tehát, de ő már ezt az estet azért hozta össze, mert hogy más munkát nem kapott. És ugye az összeférhetetlen természete, az nyilvánvalóan a börtön büntetése előtt is fennállt, de akkor még foglalkoztatták, tehát mégiscsak óhatatlan az a gyanú, hogy azért nem foglalkoztatják, amiért elítélték. Amikor valaki nagyon lent van, mert ő azért nagyon lent van, igen. annak minden forintért le kell hajolnia, és mindent meg kell tennie azért, hogy sínre tegye a karrierjét. Na most, hogyha összeveszik azokkal, akik még hisznek benne, akkor... Tehát, hogy... Hát ő próbált egyébként civil állást is betölteni, tehát volt ő mindenféle. Csak én mégis arra gondolok, hogy azért, mert közszereplő, ezért már nem. Tehát, hogyha ő most mondjuk programozó lett volna, egy IT-s lett volna egy cégnél, akkor véletlenül a börtönbüntetése után kapott volna újra egy IT-s állást. Itt arról van szó, nem szerintem, hogy ő egy színész, és egy színész nem mernek felvállalni egy ilyen múlttal. Meg kell nézni, van egy piaci értéke, de úgy néz ki, hogy igen, az emberek alapján ott voltak az előadáson, innentől kezdve valamilyen formában mindenki kíváncsi volt rá. Most, ha egy színház látja azt, hogy lehet, hogy börtönben volt és problémája volt, mert ez volt, de lehet, hogy az emberek kíváncsiak az ő tehetségére. Most el kellene különíteni a kettőt, csak az ember nem tudja ezt a kettőt teljesen elkülöníteni, nem tudja magát kontrollálni. Hát a közönség nem. És innentől kezdve ez a probléma önmaga. Azt kéne csinálnia szépen, hogyha
lehetne tanácsadónként, de nem lehet, mert utána ő dönti el, hogy mit akar, hogy dolgozom magán arra, hogy befogadhatóbb legyen, vagy pontosabban, ha már szerethetőbb legyen. Igen, szerethetőbb legyen. Mert ez a lényege. Mm-hmm. Utána szerintem a tehetség az, ha, mert tehetséges, ahogy hallottuk Galitától is. Ezzel nem hiszem, hogy nincsen helye a magyar színházakban és piacon, mondjuk így, mert alapjáraton az emberek kíváncsiak rá. Szóval ha volt egy producerre, vagy egy embert, aki hitt benne, és volt egy ház, aki őt fogadta, és volt egy közönség, aki nézte, akkor nyíltak ez az azt jelenti, hogy ő kell. Na most hát ezt most így próbálja értékesíteni. Egyébként, hogyha mondjuk ön próbálkozott állítólag talán felszolgálóként is, hogyha mondjuk civil állást ti adnátok, ne te adnál neki mondjuk egy állást, és azért gondold meg, hogy a pincér, az kimegy a közönség elé. Én szerintem itt a lényeg az, hogy neki az, azért, mert ő színész, belevágni olyan munkákba, ahol abszolút tapasztalat, nincsen tapasztalat, az azért rizikos, mert alapjáraton szerintem egy kis tudás bizonyos szakmában kell. Nem találna. Szóval megtanulni csak alázattal lehet. És benne az alázat úgy néz ki, hogy nincs meg. Én egyébként fölvenném a Küzdősport Akadémiára. Tehát, hogyha mondjuk... Én nem, hát hogyha ott megint dükitörés lenne, vagy valami, akkor így belökném a többiek közül. De milyen munkát adnál neki? Figyelj, hát az a baj, hogy a Küzdősporthoz nem ért, hát mondjuk ablakot most nagy takarítana, vagy nem tudom. Azért nagyon nehéz visszalépni, börtönben volt, minden volt, ahogy te, hogy közszereplő, egy ember, aki ismeri, szóval én itt ez nagyon nehéz ezt valahogy igen, magáról levosni, csak, ott van, csak nem tesz semmiért. Például ugye a Stóll András példája, aki szintén megjárta a börtönt, de ő egy ünnepelt színész. Igen. Csak válogat a szerepet. Igen, de az Andrisnak, tehát hogy azért az előélete, tehát hogy neki nem volt ilyen híre még ez előtt. Uh-huh. Hogy ez, alapvetően tehát, hogy ő vele jó dolgozni. Én dolgoztam vele, tehát én ilyen alázatos színésszel, kollégával, mint a Stoll Andris, én nagyon ritkán találkoztam. Tehát, hogy azért ez sem mindegy, hogy te hogy mész be egy szinkron stúdióba, hogy, tehát, hogy én úgy gondolom, és remélem ezért ő nem fog haragudni rám, mert jobb a békesség, hogy őt ugye nagyon körülvette a sztárság, amikor annak idején ebben a sorozatban volt, tényleg foglalkoztatott volt, fölkapták. Az ember nagyon könnyen elhiszi ebben a világban, hogy ő golyóálló, és neki mindent lehet. És ha nincs mellette egy megfelelő társ, egy megfelelő ember, vagy egy megfelelő menedzs, hogy azt mondja, hogy hé, öcsi, tehát hogy ez gyönyörű szép, de hogy ez ki ilyen törékeny, és igenis meg kell tanulnod ebben az egészben alázatosan viselkedni, akkor itt van az élő példa. Tehát én azt gondolom, hogy ő egy kicsit elhitte azt, hogy ő érinthetetlen, ő golyóálló. Mindannyiunknak volt egy ilyen időszaka, akkor az élet ad egy kisebb vagy nagyobb pofont, és akkor kicsit helyre rázódsz, és helyére kerülnek a mozaikok. De hogy nagyon fontos, hogy legyen melletted egy olyan ember, vagy a te értéklended olyan legyen, hogy oké, azt mondod, hogy most tényleg tök jól megy a szekér, most nagyon jó, de ne higgyem el, hogy ez örökké tart, mert ez nem tart örökké. A másik az, hogy a jótékonyság az is érdekes volt, amit ne haragudj, hogy azt mondja, hogy a bevétel jótékonyságra szerette volna. Ez is egy olyan dolog szerintem, hogy... Nem. Nem jótékonyságra, hanem ő nem akarta meghatározni, hogy 1500 forint egy jegy, hanem ki mit érez. Tehát ő nyilván magának szeretett volna, hogy ezzel pénzt akar, keresett az egész valahogy segélykiáltás, ami most tőle ugye elérkezett a sajtóba, hogy ő nem tud effektíve miből megélni jelenleg. De akkor miért 150 ezeret kér, akkor hogy meg lehet engem rendelni, az ki mit gondol, majd adjon a végén. Elmész, ha kedved van és úgy érz, akkor elmész. Ha elég az a pénz, amit javasolnak, akkor nem, ne te diktálj árat. Mondd, hogy én itt vagyok, segítsetek. El kell mondani, hogy gyenge vagyok, ez vagyok, van egy tudásom. Te jutal ajánlanál neki, hogyha ez igen. Lenne, ugye? Én megsegítem. Mesterül! Egyébként éttermeknél is voltak ilyen kísérletek több országban, hogy nem voltak megszabott árak. Ez működne egyébként? Tehát, hogy annyit fizetsz a kajáért, amennyit gondolsz? Nem működik. Képzeld el, amikor a jótékony, de ez nem baj, mert semmi probléma, mindig mindenki annyit ad, amennyit szeretni. Nem, hogy az ember túlfizet? Tehát, hogy mit tudom, nálad egy spagettit úgy satszolok, mondjuk 4000 forintra. Pont az, hogy te satszolsz, de én satszolok 4000 forintra, ezért egy direkt 5-öt adok, érted, hogy ne legyen ciki. Ne legyen ciki. Alá satszoltam? Hát nem, hát te nem adsz egyet. Te nem adsz ötöt. Én nem adok többet. De! Nem merje neked mondani, ő szokott jönni, te nem.
Hát ne haragudj, nekem otthon megfőzik, bocsánat. Nekem meg nem. Hány évtizeden keresztül? Azért nem működik, mert mindig azt gondolja az ember, hogy ő tudja, hogy mennyibe kerül. Szóval én ettől kezdve már azt gondolja, hogy ha a piacon ennyibe kerül ez az alapanyag, akkor nem az alapanyag. De nálatok normálisan mondjuk 4 lenne egy spagetti, akkor én adok 5-öt, mert nem akarok. Elmondom neked, hogy mit történt. Jó, ez egy élő példa. Jótékonyságra az Amatricében volt egy földrengés, szerettünk volna pénzt gyűjteni a földrengések kárák miatt, vagy az embereknek, és az utcán csináltunk egy abszolút szabad, bármit adhatsz, arra is segíts az embereknek. Volt olyan ember, hogy 100 forintot, most nem... De adtatok, ami kaját érte? Vagy igen, hogy... adtunk ételt, ja, és aha, italt, és kávét, és minden, amit... És 100 forint, én értem, csak te ne 100 forintet, gyere, bocsánat, ez is segítség, de ne így. Szóval ha azt mondom, valakinek nincsen meg a mérce annak, hogy mit jelent segíteni, szerintem... Nem, ezt rosszul látjátok. Hát ez, aminek nincs ára, az nem ér semmit. És ezt hidd el. Tehát, hogyha valamit szerintem te... Ha te tudásodat, azt mondod, hogy figyelj, megkapod ingyen a tudásomat, akkor nem fog kelleni, mert az nem ér semmit. Mert hogy ingyen adod. Tehát, hogy mindennek meg kell szabni az árát. Mert... Okos ez a sok. Nem. Ez... De hidd el, ez ugyanolyan, mint az aluljáróba kezedben nyomják a papírt. Jó, és ott van rajta, hogy ingyen karate meg, nem tudom. És elvileg tök jó, mert érne pénzt, de ingyen adják, eldobod. Ebben mondjuk annyiból igaz, hogy gyanakóvá váltál az ember. Mert az Anita támogatja. De tényleg, tehát, hogy amit a Sanyi mond, hogyha te ezt ingyen adod, akkor elkezdesz gyanakóvá válni, hogy ebbe hol a... Tehát, hogy akkor ez... Nem egyenlő az ingyenadás azzal, mint hogy fizetsz, amennyit gondolsz. Ez nem ugyanaz. Mindegy, Rolandról elkanyarodva, ti mihez kezdenétek, ha újra kéne kezdenetek, és mondjuk a saját szakmátokban, mint ahogy ő is, nem tudtok elhelyezkedni. Tehát Anita, se média, se színház, neked se küzdősport, neked se étterem, neked se megélhetési feleség. Én nem vagyok szép. Te is kaptál egy rúgást. Mihez kezdenétek? Ne ijesztegessél már. Meg. Jó, akkor te leszel az utolsó, akit megkérdezlek, te gondolkozzál, hogy van-e kapásból valami ötleted, vagy elmennék képzésre, mit csinálnátok? Hát én biztos, hogy elmennék egy ilyen képzésre, de én emberekkel foglalkozni. De milyen képzésre menni? Ott mi lenne a szempont? Sokat keresek? Egy ilyen coachnak, vagy nem tudom. Tehát tudom, hogy tudok az emberekre hatni, a kommunikációs képességem jó. Tehát hogy én szerintem nem esnék annyira kétségbe. Ez egy jó irány. Sanyi? Én szerintem... Nem tudom. Értesz valami ez? Amúgy egyébként? Persze, van több szakmám is, de nem értek hozzá. Tehát, hogy... De jó, de van szakmám, akkor mást keresnél. Igen. Valószínűleg mást keresnék, mondjuk, de a végén úgyis mondjuk, nem tudom, én szerintem nyitnék egy kocsmát, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Vagy elmenné bohózkodni a tévében, mint most? Hát azt nem lehet. Hát ugye az volt, hogy azt nem lehet. Nem, a küzdősport nem tudom. Nincs küzdősport. Gianni, nincsen vendéglátás. Akkor nincs, de akkor nyelvek vannak, beszélek több nyelvet, vagy elmennék idegenvezetőnek, vagy turisztikával foglalkoznék, vagy elvinném az embereket az olasz földre megnézni, éttermeket és egyéb mások, nem lennék tulajdonos, de tudnám azt, hogy hogy mozin. Igen, igen. Tehát Anita képzése menne, hát most akkor... Ékszer rabló, hát? Csak egy hirtelen de várjál, elemek! A Bea esetében, tehát a most minden, neki csak elég, hogyha amit eddigi életében kapott, azt eladja. Eladom. Tehát soha életében nem lesz. Anita, meg. Ugye? Ugye? Az harmadik, vagy már? Az életvezetési. Ennyi. Az Anita lesz a kócsom, meg is van. Ha mégis rabolni akarsz, akkor mégiscsak engem hívjál föl, mert az ékszereket azokat ilyen nehéz páncélszekrényekbe teszik. De te mit csinálnál, Gábor? Én azért figyelembe venném azt, hogy mennyit lehet keresni, tehát azért műkörmösnek nem mennék el, de arra is a képzés. De lehet, hogy nagy férfi műkörmös, ne viccelj. Van egy állítok az országban. Hát de imádnám, igen, van egy. Főleg, hogy te a bugon zselés legyen, bocsánat. Nyilván gondolkoztam, hogy... Kínálna a sor a hősök terén. Engem, ami egyébként érdekelne is, és tudom, hogy baromi sok pénzt lehet vele keresni, az a légi irányítás. Manöke? Légi irányítás. Mit mondtál? Manöke. Senior férfi modellek. Szemúr!
repülnek, beállnak, be, és valami nem. Légirányítás. Ez nagyon, nagyon jót lehet keresni vele, nagyon, nagyon jó pénzt, és... De nagy a felelősség. És érek, hát itt Ferihegyen mi van? De ez ott ülnél egy ilyen... Nem New Yorkban. Ott ülnél egy ilyen fülesben, és akkor egy 12-es, óvula 13. De miért egy stewardess? Ilyen férfi stewardess. De az, azok hogy egy 8... Kaffi or tea? Szerintem meg tudod tanulni. A mozgásokat meg fogom tanulni. Tégon kaffi. Na, jövünk vissza nem szokára. Egy nagyon-nagyon érdekes adatra bukkantuk, és ezzel folytatjuk majd mindjárt a műsort. Méghozzá a Google halászta valahogy ki, hogy állítólag az új év első napjaiban, főleg az első hétfőjén keresik meg legtöbben a válóperes ügyvédeket. Ú, de jó, hogy ez minket ma nem éri. Ugye? Ugye? Jöjjük vissza, egy pár perc múlva. Egy izgalmas témával folytatjuk. Itt az új év, ahogy mondtam, az új év első adása. És egy nagyon érdekes adatra bukkantunk. A Google vizsgálta ezt ki, hogy miért van az, hogy általában az új év első hétfőjén keresik meg a legtöbben a válóperes ügyvédeket. És ezt egyébként aztán válóperes ügyvédek is megerősítették, hogy valóban rengetegen fordulnak ebben az időszakban hozzájuk. Szezon. Aztán... Mi? Szezon, nekik ez abszolút szezon. Aztán egy párkapcsolati tanácsadó azt mondja, hogy azért különleges ez az év első hétfője, mert az ünnepek előtt félretett magánéleti konfliktusok, döntéshelyzetek az ünnepek alatt újra kiéleződhetnek, az emberek pedig az új év első hétfőjén szánják el magukat valódi döntésekre. Aztán van olyan is, hogy például pont karácsonykor eszkalálódnak a problémák, akkor robban fel minden, akkor csupaszodnak le az idegszálak. Tudod, miért van? Mert 3 hétig együtt van a család. Nincs munka. Ja, az is, ja, így van. Alig várod, hogy visszamenjél dolgozni. Na, beszéljünk egy picit erről. Bárki. Nem beszélsz, nem én. Zita, semmi baj nincs. Én sem vártam Ildi egyébként, csak úgy... Bárki közületek keresette már rá az interneten arra, hogy válás vagy válóperes ügyvéd? Hú, de nagy csend. Szerintem amerikai statisztika ezek, mert az amerikai szokott ilyeneket csinálni, hogy mi? Előkészül, megnézi. Igen, megnézi. Meg ilyenek szerintem teljesen más, hogy reagáljuk mi ezeket a probléma, mi európaiak. Miért? Hát most az hogy te felkészülsz egy picit, mielőtt elmész az ügyvédhez, abban nincsen semmi. Szerintem, amikor felrobban egy házasság, nem úgy van, hogy fogod magad is megkérdezze a váló ügyvéd, vagy egy váró per ügyvédet, hogy mit kell csinálnod. Felrobban, és utána elkezd az egyeskedés, szerintem a pár között, és hát utána mennek ügyvédhez. Attól függ, hogy van-e még kommunikáció a robbantás után. Tehát azért... De... Én nem tudom. Én nem tudom. Van egy olyan nézésem, hogy mi teljesen más oldalakat nézegetünk az időt. Én nem azt mondom, hogy mindenki ezt nézegeti, én sem nézegettem. De nem, én értem, hogy biztos, hogy van olyan ember, aki azt mondja, hogy ő elhatározza, hogy most el akar válni, és akkor körbejárja a kérdést, előkészül, megnézi ki a legjobb. Én nem akarok elválni, hiába nézel rám, 12 éve vagyok a férjemmel, és nem akarunk válni. Nem akartunk 12 válni. Éve nem. Jó. Volt-e már olyan... 12 éve nem? Igen. De 19 éve vagytok együtt? 12. Miért 19? Én vagyok 20 éve. Vagy nem látod? Volt-e már olyan az életetekben, amikor úgy éreztétek, hogy most már szakítani kell, de valamire való tekintete, mint például ez a példa is mondja, hogy ugye nagyon sokszor a karácsony miatt még együtt maradnak, hogy azért még jó pofát vágjunk. Akkor szerintem, ha gyerekek vannak, mert a gyerekek miatt általában megvárod, mert ha te el akarsz várni decemberben, akkor te ezt már szeptemberben tudod, hogy utálod a feleségedet vagy a férjedet. És akkor de akkor kivárod a karácsonyt. Hát akkor várok még, hát ha megszeretem, jó, nem november van, nem szeretem meg. De a két gyerek az itt ordít, várják a izét, anyuval, apuval a játékokat, jó, akkor ezt még megvárom, nem átadom a izét. Nem meg az ajándékot, amit kértem, pedig írtam neki levelet, nincs itt az, amit kértem, minél tök ezzel vállott. Megvárják és a karácsonyt, és akkor jó, gyerekek megkapták a babát autót, hát akkor... Anya leforol. Megyek az ügyvéd úrhoz. Anya leforol. Igen. Na jó, hát már de... ha engem kérdezel.
Bár minden ilyen egyszerű lenne, reálva, hogy te ezt most itt előadtad. Hát érted, érted. De most bármilyen régebbi szakításotokkal kapcsolatban volt-e olyan, hogy már tudtátok, hogy ennek a kapcsolatnak vége, de azért még ezért másfél hónap múlva lesz szülinapja, azt kivárom, vagy be volt fizetve egy közös nyaralás, vagy annyira szeretem a szüleit, hogy ez most ne, olyan... Én nem vagyok ennyire jó fej, én nem várok ilyen hülyeségeket. Én se várok. Te nem? Én megyek. Ilyen baltázsi gyilkosok vagytok? De most... Na de Anita, mi járunk, és te januárban megutálsz. Nekem márciusban van a szülinapom, nem várod meg? Nem már! Hülye vagy? Ne kódizó vagy! Még megyek ajándékod úgy, hogy utállak. De figyeld, igen. De a bocskor a könyörgős, nem már, léci! Nem az, hogy ne rúgják ki Anita, nem már, hanem hogy a szülinapom legalább. Nem. Maradjak egyedül. Hát még két hónap. Marja le, hogy te mit csinálsz, én már megutáltalak. Úgyis van egy év, ahol minden meg kell éljél, tudod, a karácsony, nem, hát ünnepeket. Ez egy kínzás a másiknak is, és magadnak is. Hát persze. Érted? Tehát, hogyha te megvan az elhatározás. Kegyetlenség. Megvan az elhatározás, akkor jó, föl kell. Be van fizetve egy közös nyaralásunk. Áprilisban akarsz szakítani. Áprilisban akarsz velem szakítani, de júniusra be vagyunk fizetve, nem tudom. Horvátországban. Hát Majorkára. Minden. Nem mindegy. Hát attól függ, hogy hol. Nem Maldívra, akkor nem. Ha Maldívra, de tudom, mi szakítok veled, meglátjuk, mi lesz abban a két hónapban még, érted? Igen. Hogy közeledünk-e, vagy nem bírjuk-e egymás nélkül? Ha éppen úgy gondolom, hogy nincs senki, aki ráérne, és te még mindig ott állsz és vársz rá, hát elmegyek. De Bea, hogyha tényleg Maldívra vagyunk befizetve. Hát akkor megvárom természetesen. De, és hogyha mondjuk... Na most tessék! Na de és hogyha Harkányba... Hát akkor nem! De most miért is megsérdődött, de miért? Te ne viccelődjél! De miért Harkány is olyan szép? Nehogy játsszál, érted? Hogy mondta, hogy itt az előbb? Nehogy játsszál vele, érted? És meg Maldívra. De ha Maldívra elmennél egy olyannal, akit ugye annyira nem... Hát mindenképp. Hányszor voltál arra? Meg is csavarja! Maldív. Meg is csavarja! Azt a mindeni! Maldívon elnézhető ez? Hogy én már nem szeretem? De az a jó, ez a női agy, meg a Beában talán most a te védelmedben mondom, az is benne van, hogy hát, ha még egyszer megszeret, érted? Tehát azért te is másképp mutatsz a fehér homokban, meg a két, nem? Akkor, de azért ti vagytok, jó? Te az a Maldív, igen, de amúgy baltásgyilkosok vagytok. Nem vagyunk, ez miért vagy? Te elmennél egy olyan nővel, akit megutálsz már januárban, meg annyiszor voltam. Neked nem jó. De miért mentél el? Mert be van fizetve, és Dagobert bácsi vagy? Nem Dagobert bácsi, hanem nem tudom. Nem, hát annyira nem utálom, csak érzem, hogy ez a kapcsolat már nem. Tehát, de annyira nem utálom hát még, hogy... Na de honnan tudod, ha már januárban ezt érzed, és már megfogalmazódik az agyadban, igen, hogy ennek véget kéne vetni, mert nem jó. Szerinted mi fog változni márciusig? Hát még jobban tökre megutálom. Igazad van, de hát valahogy mégis nem tudom. Te oldalod ilyen, én nagyon rossz szakító vagyok. Nagyon rossz szakító vagyok. De miért addig, tehát mi, megvárod, amíg... Jó, megvárod. Ne, hát nem. Tudja. Megvárja, de tudja. És nem, mi van, hát tényleg? És a csoda történik. Tehát te ezzel azt akartad mondani, hogy ezzel nem akartál semmit mondani. De nagyon sokat, és remélem, van, aki érti. Mindenki érti. Persze. Mindenki érti. Visszatérve a karácsonyra, tudtok-e jó képet vágni az ünnep miatt? Mondjuk jönnek a rokonok, a párod rokonok, akit nem bírsz. Nem, én nem hívok rokonokat. Tehát te nem vágsz jó képet. Elment az eszel, én nem vágok. Te képes vagy jópofizni? De miért jópofiznék? Hát én szeretem őket. Soha nem volt olyan, hogy a párodnak valami rokonait el kellett viselned? Persze, nyilván vannak olyan rokonok, néha azt se tudom kik. Tehát, hogy mert hogy nem... De jönnek? Basszus, egyszer van karácsony. Na, de akkor játszol. De nem úgy játszom, tehát, hogy... Most... De nem mondod azt, hogy maga kicsoda. Nem. Na jó, akkor nem, játszol. Nem, tegezi. Jó. De szerintem, akivel egész évben nem találkozol, azzal karácsonykor se szoktál.
Hát legalábbis oh, minden. Hát megint ellenpéldákat tudnék mondani a magam történetéből. Jó, hát. De nem fogok. Jó, nézzétek, egy picit tekintsetek vissza a régi kapcsolataitokba. Ugye itt arról van szó, hogy január. És január egyébként a szakításoknak is a nagyon preferált hónapja. Hogy emlékeztek-e, volt kapcsolatokra, hogy milyen hónapokban szakítottatok? Hogy mennyire igaz ez a január? Igen, Sanyi? Nem jelentkeztem egyelőre, de nem, hogy csak áttettem a mankót arra az oldalra, mert olyan hülyén nézett ki. Nekem van egy pár, tehát én például, nekem volt májusim, volt júniusim, volt decemberim, de januárimra nem elnéztek. Nektek mi volt? Szerintem mindig az volt, hogy jól emlékszem, így a nyár előtt volt, amit úgyis nyáron vérfrissítés. Aha, tehát neked nyáron volt. Te így időzíted. Igen, hát az volt, régen ez volt, például a nyár előtt mindig beesett. Aha. De amit a január az azért van, mert minden érzelem karácsonykor kimegy, szóval nehogy bánts, vagy te nem vagy ilyen, de a legtöbb ember igen. Megvárja karácsonyt. Na. És utána akkor vágja le a fejét. Így, én mindenkit már bántok egész évben a karácsony. Szerintem emiatt lehet, de nekem rémlik az, hogy rémlik, nyár. Mert rég volt, hogy nyár előtt. Bea? Hát nekem csak egy férfi volt az életemben. Na. Tényleg most már ilyen abszolút tündérvilágban kell gondolkodnunk rólad? Tehát szűz vagy, 20 éves, és egy fiúval voltál életedben. Nem, volt egy márciusi, arra emlékszem. Többire nem emlékszem, mert ki tartja a számot? No, hát neked? Ja. Addig nem, és a matekból sose voltam jó. Elfelejtetted a régieket. Nem is nagyon merem mondani. A számot? Mert még hazamegyek. Hát, de az éri előtti de számot nem mered mondani? Nem, hát olyan komoly, tehát most csajocskák voltak, de hát most nem az. Nem az, Sanyi, hát nyilván. De hogy mi általában hát nyár, neki nyár volt, nekem teljesen nem random. Nem tudom, amikor így elfogult. Tehát nem január. Nem, ez nem volt ilyen. Nem volt ilyen. Azért volt a nyár előtt, mert általában úgy volt, hogy a családban mentünk egy időkező, már ő balra ment, én jobbra mentem, nem mert régről beszél, no. Nagyon nem, régről. Ez nem ilyen szakítások, ez válás gyerekekkel, tehát ilyen komolyabb lélegzetvétel. Akkor válás gyerekekkel, Bea. Tegyük fel, válóperes ügyvédhez fordulsz. Mire vagy leginkább kíváncsi? Mi a legfontosabb kérdés, amit fölteszel a válóperes ügyvédnek? Mennyi? Enyém. Tudom. Hülyék vagytok amúgy, mert azt nem válláskor kell tisztázni, hanem mielőtt hozzámész. Okos Tóbiás. Bing, oké, szuper. Tehát neked... De mennyit kapsz, mikor elválsz? És ez nektek megvan? Nincs, de... Jó. Akkor te is voltál. Tegyük fel... Szerinted miért rettek, hogy ott hagyja a férjet? Mi minden az a szegény ember? Várjál, adom az a csontot! Na, de fogd azért! Gyerekek, én nem válok. Elmész válóperes ügyvédhez, tételezzük fel, mi az első kérdés, a legfontosabb, amit meg akarsz tudni az ügyvédtől? Komolyan kérdezed, vagy most viccelődve? Hát a gyereket, az, hogy az enyém nálam marad, az kész. Jó na, fejlő. De ő azt mondja, kedves Bea, van, napra kész vagyok, van igen? Közös felügyelet és kizárólagos jog. Nem, kizárólagos jog van csak. Nem, nincs van közös felügyelet. De nem akarsz, te csak kizárólagosságot akarsz. Csak kizárólagosság. Oké, kedves Bea. De az azt jelenti, hogy fele, de hogy, tehát ugyanannyit láthatja a gyereket, az mint én, felügyelet. De az papíron, az legyen leírva, hogy kizárólagos. Aha, értem. Bea, volna a kérdésed a vagyonnal kapcsolatban? Az ügyvéd úr felé. Hát annak mi köze van hozzá? A férjemnek van köze. Nem, hát nem. Az, hogy mik az esélyeid, vagy valami ilyesmi, hogy egyáltalán mit tudsz elvinni onnan? Ez nem érdekel? Elvinni? Hát amit érek. Tehát ti úgy képzeljétek, hogy a Bea besétál egy ügyvédhez, és te, hát ott már össze van pakolva. Hát az nem úgy van. Ő tudja, hogy hétből kettőre megy, már hétvégén összerakta a pakot, tehát mindent. A csávónak. Mert a csávónak egy hát vagy a csávónak, vagy magá. A csávónak egy kis szatyor, ő neki megérted a Louis Vuittonok, ott állnak, érted így? Wow. Én szerintem az ő férje soha nem válna el a Beától, akkor sem, ha megutálják egymást. Inkább egy külön szál nézve, mert azt elviselni, ami utána jön, az a pokol, amit rábúrítan arra szegény emberre. Inkább azt mondja, hogy tűnök, ameddig vagyok. Hogy van benne valami. Hát én biztos vagyok te benne. Te jól megismertél, nem, nálad szerintem két eset van, vagy úgy, ha ő kezdeményezné a válást, úgy megtörnél, tehát hogy így nagyon,
biztos, hogy padlón lennél, úgy két napig, utána felszívnál magát, anyám, Isten óvja a környezetedet. Ez az. Ha te kezdeményeznéd, az már egy érdekesebb dolog. Megint a coach elő. Ja, de nem vagyok én hülye, akármennyi is annyi, annak nézek ki. Nem tudhatod, hogy az élet mit hozott, ez de így mondjuk van. Ez így bármi van. Történhet. És mi ebből a tanulság, fiúk? Na? Ha válás van, akkor a csajok egymással nem beszélhetnek. Ez biztos. Na jó. Az a baj, mindegyik nem. Kiokosítják egymást. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. És tényleg ideális párkapcsolati modellekről hallhattunk ma. Köszönöm szépen Hargitay Beának. Ábel Anitának. Gianninak. És Bárdosi Sanyinak. Remek volt az étkezés, tetszett, szerettem. Jövünk vissza egy hét múlva, most pedig Tatár Csilla folytatja az ATV-n. Mindenkinek jó éjszakát, viszontlátásra!